Hello, sziasztok! Megmutatom, hogyan lehet egy erősítőnek a teljesítményét megmérni, ahogy 1 kHz színuszra, hogy mennyit tud igazából. Ez egy csöves jószág, most már itt melegszik egy fél órája. Én azért meg szoktam mérni a DC-ket a csöves erősítővel, ez most nem a videóhoz tartozik, de hogy milyen tápok vannak. 365, mindjárt megmutatom, 360 és 314. Ugye fontos az élesztés, most ez az erősítő egyébként. Mivel kéne mutogatnom azzal a ceruzával? Szóval ez volt a 365, 360 és 3 akármi, az a véget, talán 315. Nem, oda is írtam, hogy áratás után ennyi, de az még egyszer megmérem. Működik-e? Igen, az 315, 314, mindegy. Ez ugye a 230 bejövőtől is függ. Na! Szóval, hogyan mérjünk teljesítményt? Először kell egy generátor, amit bekötsz neki. De van halkítva a potia, azért majd most kell neki hangot adni, hogy valami átmenjen. És kell egy szkóp, ami megméred, ugye egy 10-es osztóval, meg kell egy műterhelés, ami rajt van a hangszóró helyett, az egy 8 ohm. És ugye 10-es osztó be van állítva be. Jó, akkor itt az RMS-t, ha méri, méri? Nem méri, nem mindjárt. Azt mondja, hogy... Még egyszer, mondom még, ja, talán csak így akarsz oda belépni. Most nem kellenek pulzus szélességek. Így jó lesz szerintem. Ott az RMS, szóval mérni fogja, hogy mekkora az akkora. Most az, amit most mér, amit nem látunk, de ő mér, az valószínű a hálózati brum. Millivoltos brum van rajta, ez nem sok. Ja, jó, hogy... Ja, de megy! Hülyeséget mondok, hát az előbb mértem a tápokat. Na, olyan álmos vagyok, hogy a napi 16 órákat dolgozom, hogy már azt sem tudom, mit beszélek. Azt méri egyébként, hogy ez... Nem. Ez olyan picike brum. Ez inkább az egyenirányító csőnek a... meg a folytónak, ahogy dolgozik a csöves táp. Nem is brum, olyan speciális zaj. Ki kéne, hogy mérje azért, hogy 50 Hz az 50 Hz. És attól függ, hogy mindjárt levesszük róla a triggerre. Ó, vagy mondom, trigger auto setup. Ja, itt van. A nagy frekit. Egy pillanatra látta. Ah, mindegy is. Na, adjunk neki jelet. 500 millivolt, ugrasszunk rá. Először ne, először 10 millivolttal menjünk. Nem, a föltekertük a potit, bekapcsoljuk. Hát ugye ez most 28 millivoltos kimenőjel, 10 millivolt megy be és fél hangerőn vagyunk. Most föltekertem a potiát. 10 millivoltra kijön bele 61 millivolt. De így meg is nézheted, hogy 100 millivolt RMS hatására, az már úgy valami jel, arra kijön a 600 millivolt, szóval jön 6-szoros a feszültség erősítése 8 ohmra. Tehát ez egy teljesítmény erősítem, egyrészt feszültség szintet is erősít, de az lényegtelen, de 8 ohmra, mert hát ő 8 ohmra ezt nem tudná. Na, és akkor nézzük a teljesítményt. Elkezdett fölfelé vinni a szintet. Itt talán jobban fog látszani, ugye kell utána menni, most már 1,37 volt a színusz, és megyünk fölfelé még, hangerőpotival is mehetsz, hogyha egy fix jelgenerátorod van. Na, most már 3 volt RMS-ünk van, megyünk még, itt a baj, itt a vége az erősítőnek, itt valahol. Finomabb állítás. Hát olyan 4,33 volt RMS, és akkor már ki is számolhatod, hogy ez mekkora kimenő teljesítmény. 4,33 a négyzeten osztva 8 ohmmal. Annyi a színuszos teljesítmény, amit tud. Itt már azért torzul a jel, úgyhogy ne ezt, hanem ebbe az erősítővel, hanem ezt, 4,27-et. Most megmérjük a másik csatornát is. Egyszerűen átdugunk.
innét lemegyünk, de áttesszük a műterhelést, mielőtt csöves erősítőt megküldjük, úgyhogy nincs rajta terhelés. A másik csatorna 4.32-t megy ilyenkor, egy picikét többet erősít, de majd nagyon jó az együttfutás az egész rendszernek. De ugyanez a 4.28 a tiszta jel, szóval 428, 4.3 a négyzeten osztva 8, ez erősítő annyit tud, kétszer annyi wattot. De igen, ez egy 6E5P SE. Szóval ennek ennyit kell tudni, se többet, se kevesebbet. Aztán, amit még érdemes megnézni egy erősítőnél, hogy visszaveszed, ugye akkor látod, hogy ez a max kakaó 4, akkor mondjuk olyan 1 volt körüli értéket. Vagy 1-4-et, mindegy, valamit. Valami értelmes jel méretet, ami ugye ez 1/3 a max kimenő teljesítménynek, vagy 1/4. Azért mondtam a 4 voltról az 1 volt, vagy valami ilyesmi. Ez 1,3. 1,2, na, legyen 1,2 volt, belefér ide, bele. És akkor megnézed a négyszög átvitelét. Ő ilyen. Amit látsz így rögtön egy 1 kHz-es négyszögön, ha itt tüskés az eleje, akkor nagyon nagy frekit is átvisz, de ha ilyen szép elken, most ezt kinyújtom ezt a jelet, szóval ilyennek kell lenni, akkor nincs ilyen 20 kHz feletti tartomány beemelése, szóval nem fog nagy frekin begerjedni, valószínű nem fog rízes hangja lenni, stb. Ez pedig, amit látsz, a tetőesés, ez pedig azt mutatja, hogy a mély átvitele milyen rossz, úgymond, mert hogyha egyenes lenne, akkor menne DC-be az erősítő, de ezt olyan szkópokon, ami nem lehet ezt a végtelenségig nyújtani, ott szokták 100 Hz-es négyszöggel megmutatni, hogy ott mit megy az erősítő, mert ott ugye bemegyünk frekibe, 100, ajaj, nem freki, ez a freki, 100, Hertz, és visszaállunk, úgyhogy beleférjünk, és akkor itt van a 100 Hz-es négyszög átvitele, ezt szokták még szemléltetni, de ugye ezt a tetőesést most már kiélezett, mert ez 100 Hz-en van, hogy tudja, és a 10 kHz-en, ha fölmész 10 kilóra, akkor pedig azt láthatod, hogy a magas átvitele ugye a lekerekítés, minél kerekebb ez, annál kerekebb az egész. És most föl is mehetünk föl, ilyen mindjárt 15 kiló, 18, 19, itt a vége. Ennél magasabb frekítő nem tud. Szóval 20 kiló, és ezt úgy is meg tudod mérni igazából a 3 dB-s pontot, hogy lemész vissza 1 kilóra. Ja, színusz. Sinus. Most ez nyílt hurokban van ám, ez az erősítő azért ilyen. Lényegtelen, így könnyebb mérni, már hogy nagyobb a látvány, hogy milyen rossz a 100 Hz meg a 10 kiló. És ugye lejjebb kéne vennünk az amplitúdót, azt mondja, hogy... Vagy följebb kéne 1-4-re, mondjuk ott mérjük meg. Ez 1,4 volt RMS. Ez lesz most a 0 dB-nk, ez azt hiszem így plafontól plafonig, ez tök jó néz ki. És akkor elkezdünk frekibe fölfelé menni. Látod, hogy csillapodik az amplitúdó. A gyökkettes pont az 1,41-et miért választottam, mert az 1 volt lesz pont az. Itt van. Hopp, 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 hopp. Itt az 1 voltos jelünk. 18,7 kilóig az a 3 dB-s pontja, 18.700. Ott is megnézheted. Lefelé pedig kezdjünk egy 100 Hz-el. Az még valószínű megvan neki. 1,3. És megyünk le 10-esével. Ugye esik össze. És itt is van. Még egy kicsit finomítunk. Ez lesz az 35 Hz, 36. Hát kiegyezhetünk 30, 34-ben, mert ott 998, szóval 34-35 Hz-en van a 34 Hz-től oda
addig a 19 kilóig egész használható erősítő. Hát ha tetszett a videó, ha nem, ennyi volt egy erősítőnek az átviteleinek és a teljesítményének a mérése. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!